nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Sarkadi Krisztina vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 48-szor adtak ki rá körözést, még csak 15 éves a szexádi lány. A hölgyeké volt a főszerep, egésznapos programmal készült a Babits Mihály Kulturális Központ. Kolbásztöltő verseny, harmadik alkalommal rendezték meg a programot Bonyhád Majoson. Évértékelő és jutalmazás, 13 serleget osztott ki a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület. Még csak 15 éves, de már 48-szor adta ki körözést egy szexádi lányra. Most ismét keresik, mert megszökött a bűnügyi felügyeletből. A rovásán legalább 20 lopás miatt van büntetőügy. 2, 1. Ide a szexádi német színházba is betört a most 15 éves lány. 3 pénztárcát vitt magával, de volt, hogy ugyanezt tette a helyi kórházban. Ott egy évvel korábban egy betegtársától vett el pénzt, egészen pontosan mintegy 80 000 forintot. De nem csak ezeket követte el, a rendőrök 20 hasonló ügy miatt nyomoztak ellene. Az elmúlt hónapokban a decemberi bűncselekmény mellett a lány legalább 20 alkalommal lopott el különböző értékeket üzletekből, állatorvosi rendelőkből, és legutóbbi alkalommal a szexádi német színházba ment be, ahol 3 ottani alkalmazott pénztárcáját is ellopta. Emellett az elmúlt hónapokban ellopott bankkártyákkal fizetett. Nyilvánosan elérhető rendőrségi fotó az azóta már körözött fiatalkorú tolvajról. A hatóság szakemberei ugyanis bár elfogták, később mégis eltűnt a látókörükből, azóta is körözik, de a fiatal tolvaj már kifejezetten rutinosnak számít a bujkálásban. Kollégáim most a napokban őt őrizetbe vették, és a bíróság felé bűnügyi felügyelete iránt tettek előterjesztést. A napokban a bíróság el is rendelte bűnügyi felügyeletét, azonban a lány azóta is eltűnt. Korábban sem volt ismeretlen a kollégáim előtt, hiszen már 48 alkalommal indítottak ellene körözési eljárást eltűnése miatt. A hatóság munkatársai azt kérik, hogy aki a lányról információval rendelkezik, tegyen bejelentést személyesen a szexádi rendőrkapitányságon, vagy hívja a 0674 501 106-os telefonszámot, esetleg a 112-es segélyhívót. A passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik a rendőrök hétfőtől a közutakon egy európai szintű akció keretében, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint a Magyarország teljes területére kiterjedő egyhetes akció során elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint a segédmotorosok és a motorkerékpárosok esetében a bukósisak használatát vizsgálják az egyenruhások. 312 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatott az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn. A statisztika szerint pénteken 128, szombaton 100, vasárnap 79 jogellenesen az ország területén tartózkodó külföldi tartóztattak fel, és kísértek át az ideiglenes biztonsági határzáron az egyenruhások. Az ország belsejében 5 illegális bevándorlót is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 10 gyanúsított ellen indult eljárás, derül ki a rendőrségi összesítésből. Az elhúzódó háború és a szankciós energiaválság gyökeresen megváltoztatta a gazdasági körülményeket, a kormánynak pedig a családok és a gazdaság védelme érdekében e változásokhoz kellett igazítani a költségvetést, mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A kormány célja ebben a helyzetben is a családok, a nyugdíjasok, a munkahelyek és a magyar gazdaság védelme, valamint Magyarország biztonságának garantálása, és e célokat továbbra sem adja fel, jelentette ki. A miniszter hangsúlyozta, a szomszédban elhúzódó háború zajlik. A most benyújtott költségvetés módosítási javaslat azonban ebben a nehéz, veszélyekkel terhelt időszakban is képes alapot adni ahhoz, hogy az eredményeket megvédjék. Vegyük számba, milyen intézkedéseket hoztunk eddig a családok és a vállalkozások védelmében. Átmenetileg ástoppokat vezettünk be, amelyeket addig tartunk fenn, amíg az infláció érezhető csökkenésnek nem indul. Az Európai Unió legnagyobb rezsitámogatását adjuk a családoknak, támogatjuk az energiaintenzív vállalkozásokat, gyármentőprogramot indítottunk, a Széchenyi Kártya programot az új igényekhez igazítottuk és kibővítettük, valamint 700 milliárd forintos hitelkerettel egy újraiparosítási hitelprogramot is elindítottunk. Ezek mögött mind a magyar költségvetés volt a legerősebb fedezet.
A hölgyeké volt a főszerep a hétvégén. Szekszárdon ugyanis a Babits Mihály Kulturális Központ izgalmas programokkal várta az odalátogatókat. A nőnapi kavalkád este pedig bállal zárult, ahol Szabó Ádám énekes harmonikás szórakoztatta a vendégeket. Reggeltől estig programok tömkelegével várták a Babits Mihály Kulturális Központba érkezőket a hétvégén. A már hagyománynak számító nőnapi kavalkádon minden a hölgyekről szólt. Most ezen a hangrelaxáción voltam, hát ez csodálatos. Most aludni kellene, kikapcsolja az ember. Nagyon örülünk, hogy itt vannak, és van ilyen rendezvény. Úgy látom, hogy sok embernek igénye van a közösség életre, hogy kikerüljenek egy kicsit a mindennapi hétköznapoknak a gondjaiból, bajaiból. Amíg az intézmény rendezvény termében a bababőrzén használt ruhákat vásárolhattak a szülők, addig az előtérben a csajos cuccok vására zajlott, ahol egyebek mellett táskákat, ékszereket és különböző kozmetikai termékeket próbálhattak ki, és vehettek az odalátogatók. Továbbá sminktanácsadással, színelemzéssel is készültek a szervezők. A rendezvény célja az, hogy minden hölgy a mai napon itt találjon magának olyan elfoglaltságot, ahol szívesen részt vesz, akár vásárolgat, akár kipróbál termékeket, akár egy kis sminkpróbára beül Wolf Dorina sminkeshez, akár sportol egy jót, kimozogja magát, illetve egy kis lelki feltöltődést kap. A nőnapi kavalkád este pedig bállal zárult, ahol Szabó Ádám énekes harmonikás szórakoztatta a vendégeket. Március 6-a és 10-e között nőnap alkalmából ingyenesen iratkozhatnak be a hölgyek a Bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárba, tette közzé Facebook oldalán az intézmény. Az egy évre szóló tagság mellett az újonnan érkezőknek egy meglepetés könyvvel is kedveskednek a bibliotéka munkatársai. Azok a hölgyek, akik a már meglévő tagságot szeretnék meghosszabbítani, kizárólag abban az esetben van rá lehetőségük, ha az olvasójegyük legkésőbb március 31-én jár le, közölték. 45 csapat részvételével zajlott a Kolbásztöltő Fesztivál Bonyhád-Majoson, ahol az indulók közül 7 a határon túlról érkezett. A rendezvény alkalmával a szervezők biztosították a húst és a töltéshez szükséges belet, ezzel is esélyegyenlőséget teremtve a lelkes nevezők számára. Az alapanyag a disznóhús ledarálásával kezdtek a versenyzők a Majosi Kolbásztöltő Fesztiválon. Aztán jöttek az alapfűszerek, a só, bors, fokhagyma, piros paprika, mindenkinek a saját szájíze szerint. A versenyzők a húst és a kolbászbelet a szervezőktől kapták. A fesztiválnak, amelyet 4 évvel ezelőtt hívtak életre, komoly közösségteremtő ereje van. Akkor olyan egyharmad méretű volt a rendezvény a mostanihoz képest, De fantasztikus az a közösség, ami köré szerveződik, így tavaly már duplájára, és az idén még annál is nagyobbra nőtt a rendezvényünk. Az idén összesen 45 csapat nevezett, de ez is egy felső korlát, ugyanis nem volt nagyobb helyünk. Ennél több jelentkezőnk volt, de sajnos többet nem tudtunk befogadni. A sátrat megtöltötték a csapatok, akik mindannyian azon szorgoskodtak, hogy közös munkával hozzák létre a disznóvágások elengedhetetlen ételét. A versenyzők között voltak határon túlról érkezettek is. A csík-csicsói csapat örömmel fogadta el a barátok meghívását, hogy a fesztiválon elkészítsék az ő ízvilágukat tükröző kolbászt. A receptet úgy beszéltük, hogy hagyományos csík-csicsói receptet használunk, ami egy nagyon egyszerű só, bors és nagyon kevés paprika, mivel a mi vidékünkön ugye nem volt ilyen bőség paprikából, mint itt a magyarországi területeken. És hogy legyen egy közös, egy összetartozás elképező, úgymond kompozíció, ezért lesz egy kevés kolbász, ami csík-csicsói, és egy ugyanakkor adag bogyisztói, vagyis bonyhád inkább. A harmadízben megrendezett Majosi Kolbásztöltő Fesztivál 45 csapat részvételével zajlott, közülük 7 társaság határon túlról érkezett a Tolna vármegyei rendezvényre. Uniós rendszerátállás miatt szünetel az okmány és járműügyintézés március 7-én kedden, tudatta a miniszterelnökség közleményben. Európai Uniós informatikai átállás miatt az ország valamennyi kormányablakában szünetel az okmány és járműügyintézés, az irodák pedig zárva tartanak március 7-én kedden. A Schengeni információs rendszer új verziójának üzembehelyezése miatt ezen a napon nem intézhetők például a személyi igazolvánnyal, lakcímkártyával, jogosítvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal és gépjármű forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyek.
Az idei kétlépcsős bérfejlesztés után további emelésben részesülhetnek a szakképzésben oktatók. A most megjelent pedagógusokat érintő törvényjavaslat garanciát jelenthet a dolgozók számára a következő évek béremelésére is, tudatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint 2020. júliusában a kormány átlagosan 30%-kal emelte meg a szakképzésben dolgozók bérét, ezzel is ösztönözve a saját területükön kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek oktatói tevékenységét. Idén januártól még tovább nőtt a szakképzésben oktatók illetménye, a köznevelési intézményekhez hasonlóan béremelésben részesültek, tették hozzá. Összesen 13 serleget osztott ki a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület március elején. Az eredményességi díjat 5-en kapták meg, az országos bajnokságon elért dobogós helyezésekért, szorgalmukért pedig 8-an vehettek át jutalmat a hagyományos évértékelő ünnepségen. Eredményes évet zárt a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület. A főleg utánpótlás képzéssel foglalkozó klub március 3-án tartotta díjazással egybekötött évértékelő rendezvényét. A tavalyi év az azért vegyes volt összességében, hiszen örültünk, hogy a Covid-ból kilábalunk, és ugye talán már egy teljes évet élhetünk, de hát ugye a második fél évre azért az energiaválság azért nálunk is nyomokat hagyott, és gondolkodóba tehát többször ugye a működés során, hogy hogyan tudjuk biztosítani az edzésfeltételeket. Szerencsére azért az önkormányzat is partnere volt ennek a munkának, így azért össze tudtuk hangolni, és azért tudtunk készülni a versenyekre. A 2022-es évi eredményességi díjat 5-en kapták meg, az országos bajnokságokon elért dobogós helyezésekért, szorgalmukért pedig 8-an vehették át a jutalmat a hagyományos évértékelő ünnepségen. Lakatos Lambence a magyar bajnokságon 5 méter 78 cm-es eredményével második lett távolugrásban. Én másodikos koromóta kezdtem az atlétikát, már nagyon sok sportot kipróbáltam, de ezt tetszett meg a legjobban. Nagyon szeretek futni és ugrani, és ezért választottam az atlétikát. Az egyesület edzői köztük Tar Imre és Fazekas Gáspár, akik a tavalyi évben díszpolgári címet vehettek át, rendkívül büszkék tanítványaikra. Nálam egy nagy változás volt a versenyzői létszámba. 7 versenyző ment el egyetemre, főiskolára tovább tanulni, és hát gyakorlatilag azokkal dolgoztam, aki maradt. És hát ahhoz képest nagyon jó eredmények voltak. A díjakat Pintér Szilárd polgármester és Szabó Csaba, a Dombóvári Sportszövetség elnöke adta át a sportolóknak éves teljesítményük és eredményeik alapján. Dombóvár polgármestere megköszönte az edzők, a szülők és az atléták áldozatos munkáját, és sportsikerekben gazdag 2023-as esztendőt kívánt az egyesületnek. Regionális híreink következnek. Új csoportszobát alakítottak ki az intézményben, megújult a két újfalui óvoda. Sok az influenzás megbetegedés, látogatási tilalmat rendeltek el a pécsi fekvőbeteg osztályokon. 5 fokos tóban csobbantak, immár 3. alkalommal szervezték meg a téli Balaton átúszást. Több mint 35 millió forintból újult meg az óvoda két új falun. A Baranyai település a Magyar Falu program keretében nyerte el az összeget a beruházásra. A projektnek köszönhetően egy új foglalkoztatót alakítottak ki a hozzátartozó öltözővel és vizes blokkal, valamint eszköz- és bútorbeszerzéssel. A legkisebbek műsorával vette kezdetét a két újfalui napraforgó óvoda átadó ünnepsége. Az intézmény a Magyar Falu programnak köszönhetően több mint 35 millió forintból újult meg. A cél az volt, hogy megteremtsék a hatékony óvodai nevelés modern feltételeit. Az elmúlt években egyébként számos infrastruktúra korszerűsödött, sőt, hamarosan bölcsöde is épül a településen. Régóta vártunk arra, hogy két új falunak, illetve a környező településeknek legyen egy 21. századi követelményeknek megfelelő óvodája, legyen bölcsödéje, és ehhez hozzá tudtuk kapcsolni az elmúlt időszakban Magyar Falu programnak hála, illetve a
terület és településfejlesztési operatív programnak hála az iskola felújítását is, úgyhogy azt gondolom, hogy az intézményi háttér a gyereknevelés szempontjából 100%-os. A beruházás hozzájárul az intézmény költséghatékonyabb működéséhez, egy korszerű európai színvonalú óvodai környezet kialakításához, tette hozzá Nagy Csaba. A projekt keretében a használaton kívüli terekből egy új 52 négyzetméteres foglalkoztató készült el, a hozzátartozó öltöztetővel és vízes blokkal, valamint eszköz- és bútorbeszerzéssel. A felújítás során üvegezett közlekedő épült, a foglalkoztatókhoz tartozó teraszok fölé könnyű szerkezetes előtetők kerültek. Egyre több az ilyen fejlesztése a 2018 óta elindult Magyar Falu programban. Jó példa erre a két új falui fejlesztés is, ahol korábban az óvoda három csoportszobában működött, azonban olyan szép tempóban növekedett a gyermek létszáma a faluban, és a környező kis településekről is járnak gyermekek a két új falui óvodába, hogy kénytelenek voltak beadni egy pályázatot arra, hogy az egyébként meglévő, de használaton kívüli negyedik csoportszobát is felújítsák és újraindítsák, mert hogy olyan nagy, olyan sok a gyermek. Ez egy jó tendencia, lényegesen kellemesebb kihívás az egy falusi polgármesternek, vagy egy kormányzati szereplőnek, vagy egy országgyűlési képviselőnek, ha azzal keresik meg a választópolgárok, hogy egy intézményt bővíteni kell, mert olyan nagy igény van arra, mint hogy egy intézményt bezárni kell, mert hogy nincs igény rá. A kormány abban bízik, hogy ez a tendencia folytatódik a jövőben is. Ehhez a Magyar Falu programon keresztül jelentős forrásokat fognak biztosítani, hangsúlyozta Gyopáros Alpár. Az ünnepség után egy jelképes szalagátvágással adták át az óvodát kicsiknek és nagyoknak. Intenzív influenza járvány zajlik, Baranya vármegyében különösen sok a megbetegedés. Főleg a gyerekeket és a fiatalabb korosztályt érinti a járvány. A PTE klinikai központ fekvőbeteg osztályain a Baranya vármegyei kormányhivatal március 2-től visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el. Stábunkkal szakembert kerestünk fel azért, hogy megtudjuk, mi a helyzet jelenleg ezzel a járvánnyal kapcsolatban. Az elmúlt 3-4 hét tekintetében emelkedett az influenza járvány aktivitás Baranya vármegyében. Ez azt jelenti, több 100%-os a fertőzött betegek számának növekedése, mondta a dr. Tibold Antal, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Foglalkozás Egészségügyi és Munkahigiénés Központ vezető főorvosa. A számokra szeretnénk kitérni, hogy azt tapasztalhatjuk, illetve azt olvashatjuk a kormányhivatal jelentéseiben, hogy az elmúlt héten 3400 főt regisztráltak felső légúti megbetegedésekkel, főleg ugye a háziorvosi rendelőkben. Most erről azt kell tudni, hogy természetesen nem minden gyanús esetnél végeznek PCR vizsgálatot, tehát igazából csak a gyanú az, amiről be tudunk számolni, illetőleg hát az országos átlagokat tekintve a felső légúti megbetegedéseknek mintegy 40%-a szokott influenzának bizonyulni, illetve ezeknél szokott igazolódni, hogy az valóban influenza vírus által okozott megbetegedés. Az elmúlt héten a baranyai megerősített influenzás esetek száma 1400-1500-ra emelkedett. Ebből a pécsi járványaktivitás a legmagasabb és a legfiatalabb korosztálya legveszélyeztetettebb, hangsúlyozta az orvos. A 0-14 éves betegek körében tapasztalták a megerősített esetek 67%-át. Azt hiszem valahogy ez is érthető, hiszen a gyerekek azok, akik ugye alkalmasint óvodába, bölcsődébe, iskolába elmennek, kötelezően ugye napi szinten meg kell jelenniük ezekben az intézményekben, és a közösségekben ezek a felső légúti vírusok elég gyorsan és elég könnyen tudnak terjedni. A kötelező maszkviselést még nem rendelték el, de a közösségi terekben nyugodtan vegyük fel a maszkot, sokat segíthet a megelőzésben, javasolja a vezetőfőorvos. A PTL klinikai központ fekvőbeteg osztályain a Baranya vármegyei kormányhivatal március 2-től visszavonásig látogatási tilalmat rendelt el. A mindössze 5 fokos tóban mártóztak meg az indulók az immáron harmadik téli Balaton átúszáson. A bátrakra 1250 méter várt Tihany és Szántót között. A megmérettetésre 20-an kvalifikálták magukat az előversenyeken, 12-en a teljes távon, 4-en fél távon és szintén 4-en harmad távon indultak. 5,5 fokos a víz, ez Balaton közepén fele változhat még egy fél-egy fokkal, még lehet hűvösebb is akár. A téli Balaton átúszás rajtja előtt ennyit mutatott a vízhőmérő a Szántódi part mellett. Az úszókra extrém erőpróba várt az 1250 méter teljesítésével. Fizikálisan nyilván edzett kell, hogy legyél, hogy tudjad. Azt gondolom, szelleme agyba el kell döntened, hogy ezt meg akarod csinálni. Azt gondolom, hogy így, és hát én nem vagyok ilyen medikus, meg hogy majd én nagyon szellemileg átszellemülök. Én csak úgy próbálom, csak úgy erőből csinálni, aztán
meglátjuk. Voltak, akik rutinos nyári balatonátúszóként készültek a téli megmérettetésre. Elég sokszor átúztam a Balatont, legalább 15-ször, úgyhogy abban van gyakorlatom, ismerem a Balatont, és szeretem is. Ez nekem egy egészen új dolog, hogy télen úszok a Balatonban, de hát izgalommal várom. Amíg például a skandináv országokban már nagy hagyománya van a hideg fürdőzéseknek, addig idehaza még meg kell ismertetni ezt a téli eseményt. A téli Balaton átúszás az nagyon ebben próbáló, a kvalifikációhoz kötött itt a részvétel, nem indulhat alapvetően bárki, ez egy felkészülési folyamatnak a vége, és azt gondolom, hogy ennél emberpróbáló már csak a jeges úszás, ami 5 fok alatti vízben van. A Szántódi révnél 12-en melegítettek az 1250 méteres táv teljesítésére. Az úszókat komp szállította át a túlpartra. Ez pedig már a tihanyi rajt. A teljes távot teljesítők itt csobbantak vízbe biztosító bójával. Az úszókat végig kísérték a vízimentők, akik az indulók útját a rajt és a cél között biztosították. A Szántódi célba szinte átfagyva értek az úszók, akiket taps fogadott a parton. A teljes távod végül a 12 indulóból 11-en teljesítették. Nagyon jó érzés utána, közben is, kihívás. Nehéznek mondani, nagyon elvezem csinálni. Volt, aki tavaly váltóban, idén már egyedül vágott neki a téli Balaton átúszásának. Az volt a terv, hogy nekem az első 300 méter, körülbelül 2-300 méter, ami úgy helyre kell jönni, akkor az még olyan kifejezetten kellemetlen. És azt gondoltam, hogy itt ezen túllendülök, utána a következő egyharmadot azt megtolom és lendületből nyomom, aztán a végén meg, ami marad, azt megpróbálom összehozni. Nagyjából ez sikerült tartani, annyi, hogy az utolsó egyharmad az keményebb volt, mint amit vártam, de aztán sikerült így is megérkezni. A harmad és fél táv összesen 8 úszóját a teljes távon indulóktól külön rajtoltatták. Közülük mindenki teljesítette az extrém kihívást az 5 fokos Balatonban. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. 48-szor adtak ki rá körözést, még csak 15 éves a szekszádi lány. A hölgyeké volt a főszerep, egésznapos programmal készült a Babits Mihály Kulturális Központ. Kolbásztöltőverseny, 3. alkalommal rendezték meg a programot Bonyhád Majoson. Évértékelő és jutalmazás, 13 serleget osztott ki a Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület. Kedden délelőtt még országszerte erősen felhős lesz az ég, sokfelé eshet eső is. Délutánra előreláthatólag csökkenni, szakadozni kezd a felhőzet. Éjszaka ismét erősen borult égbolt válik jellemzőbbé. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, a holnaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!